Szavasz. Nem tudod, volt valami házi matek? Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom, elhagyom. Na, szóval már nem. Ja, ja, el kell is, el kell, még el kell írom azt a házikat. Hallottad, hogy a Bence lett a jelölt? Bence? Ez a szőke? Igen. Tölt. Melyik évnek lett a jelöltje? A harmadévé. Harmadévé. Kérdezz meg, hogy fogja? Hülye gyökér. Cső, Bence, kérdezz meg, cső. Persze, mondjad. Miért te lett a jelölt? Miért baj? Nem baj, csak... Hát nincs valami jó az iskolában. Most konkrétan mire érted ezt? Buktál szarokai jegyeit, és több időt töltettél az igazgató irodában, mint bárki más. Ez mindig az, de mindenkinek jár egy másik lehetőség. Ha megnézzük a jegyeimet, akkor a fél évben azért javultak a jegyeim. Tehát most írtam 5-ös matek dolgozatot, 4-es lett a bioszom, szóval... Valami jött és megváltozta. Komolyan, tök jó, ne? Úgy komolyan, miket akarsz megváltoztatni? A Jurisicsnak nagy jövője van. Olyan közoktatást akarok, ahol a középiskolákban az érettségizőkre igazságos pontot számításban. Pontatárokat emeljük. Csökkentjük. Kezdhet meg újra. A Jurisicsnak nagy jövője van. Olyan közoktatást akarok, ahol a középiskolában az érettségizőkre igazságos pontot számításban. Bár én... Mi van a Kossuth téren? Fiúk, gáz van. Nem kicsit, nagyon. Rendben, megyek. Hello. A Jurisicsnak nagy jövője van. Olyan közoktatást akarok, ahol a középiskolákban az érettségizőkre igazságos pontszámítás vár. Ponthatárokat csökkentjük. Bár én, Benedek Bence, 4 éve Kőszeg városába, most megy a legjobb gimnáziumban járok. 4 évig nem csináltam semmit. Semmit. Mégis úgy érzem, meg tudjuk csinálni. Igen, megcsináljuk. Oh, igen! Igen, igen! Bence, megvan a német házia? Igen, persze. Megkaphatnám? Hogy ne? Köszönöm. Parancsoljon. Hányos feladat volt? 40. Apranyba! Becsöngettem! Good.